De lehetsz te még szegény? Persze, szerintem az láttam már nagyon sok milliárdos ismerősömet, aki simára vágta magát. Hát most van egy háború a szomszédunkban, tehát hogy ez azért mire megyek az ingatlanjaimmal itt Budapesten, hogyha itt elkezdenek lőni meg bombázni, az hogy viszem magammal? Persze, nyilván fektettem olyan dologba is, amit lehet vinni magaddal, meg amit... Én egy kicsit ilyen borúsan látom ezt egyébként néha. Tehát például én vettem kis aranyakat, nyakláncot, karláncot, gyűrűt, mindenféle dolgot, csak azért, hogyha egyszer mondjuk el kell menni valahova, és mondjuk valaki azt mondja, hogy hát ott a híd túloldalára kéne menni, de oda nem engednek át, akkor ott tudsz menni egy karlánccal valaki azt, hogy figyelj, mi vagyunk itt négyen. De ez komolyan ilyen szenárióra való tekintettel... Abszolút, nekem ez én azt gondolom, hogy az életben fel kell készülni minden egyes eshetőségre, órákat. Tehát én például órába fektettem sok pénzt, amiket beteszek egy kis zsákba és viszem. Hát most mit kezdjek azokkal a lakásokkal, amik itt vannak Pesten például? Az hova viszem el magammal? Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Szavakon túl. Mai vendégem Majoros Péter Majka, műsorvezető, rapper, dalszövegíró. Ózdról indult, aztán a való világ után a magyar szórakoztatóipar egyik legnagyobb sikertörténete lett az övé. Szórakoztató műsorok állandó sztárja, dalait több 10 milliószor töltik le a különféle portálokon. Ő következik. Ahogy azt már megszokhatták, mindig átnyújtok egy papírt aktuális vendégemnek, no. Ez esetben Majkának, Majoros Péternek. Ezen a papíron fogalmak szerepelnek, kivétel nélkül az ő életére utaló fogalmak, az én hitem és reményeim szerint igen, rejtjeles és talányos fogalmak, én nagyon bízom benne, hogy ő se tudja, hogy mely kifejezés épp, mely idézetre, korábbi fontos szereplőre, nézőpontra, vagy személyre utalnak, azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy Majka mely kifejezések közül választhat, miért mered? Honnan számítod? Névsorolvasás. Attribútum. Bevallanád? Mi volt előbb? Leültettem őket. Elfogytam. Én igen. Szerencsefia. Forráspont. Meg tudod fogalmazni? Fogvacoktató módon. Előfordulhat? Néha eszedbe jut. Melyik a könnyebb? Mondj kérlek példát. Innen. Lehetetlen. Anyám. Na melyikkel kezdjük? Melyik szimpatikus? Melyiket Isten. Választod? Elfogytam. Az egy pár évvel ezelőtti lemerülésedre utal. Igen. Amiről te azt mondtad, hogy ott... Kezdjük a szomorú részével. Hogy ilyen szorongásos tünetek lettek urrá rajtad, ilyen pánikrohamba hajló dolgok. Igen. Rájöttél te ennek az eredőjére? Mert látszólag kívülről úgy tűnt, hogy te ilyen siker-siker hátán. Abszolút. Én abszolút nem vagyok egy szorongó típusú ember. Tehát nekem a szorongás az akkor... jött meg az életemben, nem tudtam addig, hogy mit jelent, hogy szorongás. Akkor szembesültem vele. Ez abszolút annak a következménye volt, hogy széthajtottam magam. Tehát ez egy ilyen idegi kimerültség. Talán ez az orvosi fogalom, ami a legpontosabban illik rá. Az egy nagyon kemény éven volt, sőt, előtte is kemény éven volt, de inkább az egy nagyon kemény fél éven volt a 2016-os, amíg eljutott a májusig is, ahol borult a bili a szervezetembe. Az azt jelenti, hogy totál összeroppanás, pánikroham, de ugye a pánikrohamnak van egy csomó fajtája, van, aki levegőt nem kap, van, aki nem tudom, nem találja helyét a világba, nem tud ülni, nem tud állni, nem tud koncentrálni, és én például éppen ez voltam, tehát hogy gyakorlatilag az volt, hogy nagyon sok emberrel beszéltem, akinek vannak pánikrohamai, de megfogalmazhatatlan, vagy megfoghatatlan, hogy mi az origója. Az enyémnél nagyon egyszerű volt, én ezt az elejétől kezdve tudtam, hogy ez, és nekem ez volt, hogy így kezdődött, hogy nem tudtam egy helyben maradni, nem tudtam, kimerültem, nem volt jó se ülve, se állva, se feküdve, se ha itt voltam, nem volt jó, és tudod, ezzel nem tudtam elmenekülni, ez egy tök új érzés volt, és ettől én nagyon megijedtem, ami viszont szerintem még tetőzte is a bajt, és aztán utána pedig ez volt az előjele, tehát ez volt, amikor benyitottam az ajtón, és akkor utána jött egy teljes tünetes idegi kimerültség, aminek voltak ilyen depresszív tünetei, amikor nem akarsz felkelni, csak fekszel, érzed az egész testedbe, hogy ez így nem jó, aludnál, de ugyanakkor szorongsz, nem tudod, hogy mitől, folyamatosan van egy görcs itt a fejed középső részében bent, legalábbis nekem ez volt, a gyomromba,
Szóval valami olyan érzés, amivel addig soha életemben nem találkoztam, és ettől rohadtul megijedtem. Kértél segítséget, profi segítséget? Abszolút, igen. Abszolút. A Muszbek Katalihoz mentem el, aki a hospiszháznak volt meg a mai napig az igazgatója, pont idén adja le, vagy jövőre. És a Liptai Klaudia küldött oda, amikor neki volt egy nehéz szakasza az életének, akkor ő hozzájárt, és mondta, hogy azonnal menj el a Kati nénihez, és akkor a Kati nénihez elmentem, és ő meg is erősítette ezt a diagnózist, hogy ez az. Tehát nem kell megijednem, mert ugye nekem volt egy óriási parám, hogy mi van akkor, ha így maradok egész életemben, hogy ezt annyira elrontottam, hogy most ez lesz, tehát hogy nekem a napjaim így fognak telni, hogy én egy ilyen mániás, depressziós, súlyos hülye leszek, akit majd mindig a BB-vel például azom szegénnyel, de hogy bevisznek majd egy pszichiátriára, és akkor gyógyszereken kell éljek, meg minden más, és akkor ő ezzel megnyugtatott. De hát ez is az ő dolga, tehát hogy azon felül, hogy objektíven mondjon egy diagnózist, azon felül valamilyen úton-módon lelket öntsön az emberbe, és ez sikerült is neki. És aztán elkezdtem ezen dolgozni, hogy ezt hogy lehet megszokni, vagy hogy lehet ennek az amplitudóját mindig hónapról hónapra, napról napra, évről évre, kisebbre húzni. És az hogy kell? Hát először is szerintem a legfontosabb, ez minden szorongó embernél így van, hogy tudomásul kell venni, hogy ez van. Tehát, hogy ez itt nincsen kibúvás ez alól, és ez mindig vissza fog jönni. Eltűnik időkre, van, aki eltűnik, és soha többet nem jön vissza az egyik pillanatra a másikra, főleg egy ilyen idegi kimerültség után, amikor ugye a szervezet így helyreáll, és van, akinél pedig visszajön. És én az elmúlt 2016-tól az elmúlt 7 évben értem el oda, hogy évente kétszer van nagyjából még olyan rossz másfél hetem, abból is kb. Ilyen 3 rosszabb napom, amikor meg 2 hetem, úgy, de utálok erről beszélni, mert akkor tudod, mindig az van, hogy félek tőle, hogy visszajön, hogy ezt érzem is, hogy ezzel együtt kell éljek. Bármi előidézi, vagy teljesen spontán tör rád? Nincs semmilyen. A legszebb időszakokban, a legrosszabb időszakokban, a leghajtósabb időszakokban, a legnyugodtabb időszakokban, ez egyszerűen jön. Nekem ez van. Tehát, hogy én ilyenkor is jársz fellépni tévéműsorokba. Hát a legjobb ilyenkor az, hogy az ember nem erre figyel, tehát nem az önmagát sajnálja, és akkor próbál borcosan otthon ülni a sötét szobába. Mert de arra nehezen veszed rá magad, hogy oda bemenj? Nem. Azt tudom, hogy nekem terápia, meg mennem kell. Én észreveszem nézőként? Nem. És egyébként nagyon furcsa, hogyha nem önmagaddal vagy elfoglalva, akkor ez így jön és megy. Aztán persze visszajön, de például én az én életemben ugye vannak olyan tipikus élethelyzetek, mint a fellépés meg a tévé, ahol ezt nem engedheted meg magadnak, és ott az szerintem az adrenalin meg a stressz helyzet azt egy kicsit ki is iktatja ezt a fajta másra való koncentrálást, tehát annyira fókuszálsz oda, hogy ott legyél 150%-ba, hogy nincs idő ezzel. De aztán, amikor annak vége, akkor persze van idő magaddal foglalkozni. Amikor hazamész, és kisgatyában nézed a tévét, akkor úgy elgondolkozol rá megint az egész életen, és az olyankor nem a legjobb, amikor túl legyalod. De nyilván az amplitudója egész más ennek, mint ami akkor volt. Tehát, hogy az múlik, kisebb lesz, te is megtanulod jobban kezelni, és aztán eljön egy idő, amikor legalábbis nagyon remélem, amikor soha többet nem jön vissza ez. Hát drukkolok, hogy ez eljöjjön. Én is nagyon, köszönöm szépen. Válasszunk, és reményeink szerint akkor egy vidámabb témát. Én igen? Az elő lehet szomorú. Egy interjúban Hajós Andrásra készült az interjú, ketten adtátok ezt az interjút. Te azt mondtad, Hajós nem tud geci lenni, én viszont igen. Miben áll, amikor te ilyen vagy? De volt az, hogy a Hajós Bandi, akit egyébként nyugodtan lehet kapcsolni az előző témához is, mert konkrétan ő mentette meg az életem, nagyon sokáig benne volt ő ebbe, tehát ő majdnem egy évtizedig küzdött ezzel a problémával. Amikor a legnagyobb csúcson volt ő is a heti hetesbe, akkor neki ugye volt tragédia az életébe, és azért ez felszíre hozta ezt a dolgot, meg sok más minden is, és ő engem konkrétan kirángatott ebből a dologból. Tartotta benned a lelket, sokat beszéltetek. Minden nap együtt voltunk a Bandival akkor. Tehát nem hagyott. Emlékszem, hogy amikor mondta, hogy felhívtam, mert jóban voltunk nagyon, és felhívtam, hogy ez van, és én tudtam, hogy neki voltak problémái ezelőtt, mentális, és én felhívtam, hogy Bandi, ezt érzem, és hogy mi van, tesó, segíts, mert ez nem tudom, mi lesz, meghalok, és akkor mondta, hogy na, akkor délután 4-re ott vagyok, érted, megyünk a Héliába, úszunk, szaunázunk, és onnantól kezdve volt egy 3 hónapom a Bandival, amikor minden nap a Héliában úsztunk, szaunáztunk, beszélgettünk, és akkor sokkal jobban voltam, és egy kicsit már úgy is éreztem, hogy rátelepszem egyébként, mert mindig ő volt, tudod, az ilyen segély
kiáltás az én életemben, meg természetesen Kati néni, meg volt még egy csomó ember, akik nagyon sokat segítettek, de hogy a Bandi volt az, aki így alám nyúlt, és azt mondta, hogy ezért figyelj, ebben benne voltam, és tudom, hogy milyen, úgyhogy ezt ne hagyd, és ezt nem szabad hagyni, hogy ez a helyzet megint befolyásolja a te, nem tudom, napi programjaidat, vagy az életedet, vagy a élethelyzeteidet. Ez nagyon nagy emberi nagyságról tesz tanúbizonságot, de engem az lep meg, aztán mindjárt beszélünk erről. Nagyon empatikus, az, aki ezen átesett. Tehát ez nagyon világos. Empatikus, aki ezen átesett, és az tudja, hogy mennyire rossz ez. Engem az lep meg, hogy te így ennyire el tudsz anyátlanodni. Nagyon, persze, ha ilyen helyzet van, nagyon. Meg szerintem az ilyen típusú embernek, mint én, annak aki nem tud, szerintem az a Keti. Tehát, hogy aki olyan típusú ember, mint én, akinek mindenhol mindig a... A-szintű viselkedését kell hoznia, és akinek mindenhol, minden körülmények között alfahímnek kell lennie, televízióban, színpadon, annak szüksége van szerintem az életében valami olyan élethelyzetre, amikor nem ő róla szól ez az egész, hanem ő egy ilyen kis simogatni való kis, nem tudom, Bison Havanyéz. De neked szükséged van arra? Sánta Bison Havanyéz. Ez egy belsős poém, idegy. Hogy neked kell azt érezni, hogy te vagy az alfahím? Úgy egyébként? Alapvetően olyan karakter vagyok, igen. Tehát, hogy azért én mindenhol, ahova megyek, ahol megjelenek, ahol szeretek én lenni az, aki. De persze ez nem kötelező, tehát nem is vagyok. El is viseled, hogyha történetesen nem mindig te vagy a falka vezér? Persze. Azt mivel lehet elérni nálad? Hogy elviseljem? Hát, hogy azt mondd, hogy kalap le, most te vagy a falka vezér. Hát azért olyan embereknek kell lenniük, akikre én is felnézek. Vagy ugye a teljesítményükkel. Teljesítményükkel, egyszerű viselkedésükkel, nem tudom, múltjukkal, tehát hogy ez nyilván ez az élet hozza, de lehet ez az egyszerű köszönés is, amikor már érzem valaki, hogy na ez egész más típusú ember, mint hogy én most elkezdjek itt alfahímeskedni. Hát például vendéged volt Kepes András. Hát a Kepesnek az a fajta nyugalom, ami ő árad, az a fajta nyugalom, meg az a tájékozottság, meg az a magabiztosság, ami árad abból a csávóból, az mindenféleképpen tiszteletre méltó a társaságban. Tehát semmiképp nem akarsz mondjuk egy beszélgetésbe fölé kerekedni. De volt olyan korszakod, amikor ezeket a csatákat te megvívtad? Nem. Nem? Nem. Nem, de például ez a szarul lét például nagyon sokat segített nekem az életben ahhoz, hogy tudjam, hogy néha semmi értelme csatázni, és néha el kell engedni dolgokat, és bocsánatot lehessen kérni, és hogy nem mindig a te farkad a legnagyobb a városba, tehát hogy ezek kellettek ezek a szituációk, de azért én nem voltam soha egy ilyen kibírhatatlan, összeférhetetlen csávó. Én mindig azokkal az emberekkel, akiket én szeretek, mert akikkel szimpatizálom, azok számára én mindig egy ilyen kenyérre kelhető csávó voltam, aki mindent megtesz a társasága, a környezete, a szerettei érdekében, hogy mindenki jól érezze magát. Sőt, ez én küldetésnek is érzem, tehát ez néha rossz is. Tehát, hogy nem is kellene ennyit belefetszölnöd? Nem. Néha úgy el kéne engedjem ezt a dolgot. De akkor mit csinálod? Ne, ez szerintem az ilyen típusú embernek, mint én, szerintem így a vérébe van, hogy ezt én nem tudom megmagyarázni, ez így, igen, tehát ezt nekem hajtanom kell ezt a biciklit, mert ha én nem hajtom ezt a biciklit, akkor nagyon sok ember elesik ezzel a biciklivel, és ezt tudomásul kell venni, ettől még nehezebb az a korona, ami nyom le, és néha lehet, hogy pont ezt idézi elő, amit beszéltünk, hogy ilyen élethelyzetbe kerülsz, hogy idegileg kimerülsz, vagy testileg, lelkileg, vagy mind a kettő. De ha már például Kepest említed, nem csak róla beszélnék, de amikor egy olyan emberrel találkozol, aki előtt úgy nagyon lengetnéd a kalapod, tudsz te például olyan lenni, hogy úgy gyűrögeted az akkord zsebét? Ugye te Tamás Gáspár Miklóssal találkoztál, mivel találkozott című műsorban. Nekem az annyira imponált, hogy olyan magától értetődően viselkedtél az első pillanatban természetesen az ő jelenlétében. Noha nekem például, túl voltam már akkor, nem tudom, 700 interjút, azért ő a tanár úr volt. Igen. Tehát azért Tamás Gáspár Miklós az ország egyik legokosabb embere volt. Én úgy összecsaptam a bokám, amikor egyáltalán csak köszönt és rágyújtott a jelenlétembe. Te olyan pusztalan természetességgel jártál el az első pillanattól fogva, hogy gondoltam, hogyha találkozunk és szóba jön, hogy ki előtt vagy te zavarba? Hát figyelj, azért vannak olyan történetek az életemben, amikor magam sem gondoltam, hogy zavarba leszek, de nem olyan típusú emberek előtt, akikkel mondjuk így Magyarországon összefutok és tudok kommunikálni, és tehát azért a legtöbb esetben most mindenféle szerintelenség nélkül mutatom, hogy mindenki, akit én ismerek Magyarországon, és mondjuk ilyen, olyan, mint a Tamás Gáspár Miklós volt, hogy
az ő is ismer engem, mondjuk, pont ő nem. Tehát pont ő olyan típusú ember volt, aki nem, de azért mégis ő is azért igen, tudta, hogy ki vagyok. Hogy ki tehát, hogy nyilván a legtöbb ember eleve úgy áll hozzám, ahogy én állok hozzá ebben az esetekben, még hogyha prekoncepciói vannak is velem kapcsolatban. Nyilván a Tamás Gáspár Miklósnak is volt, de azért van annyira intelligens, vagy volt annyira intelligens, hogyha leült mellém, akkor nem azt nem lenézett és gőgösen lekezelt, hanem úgy megvárta, hogy milyen ember vagyok. De hogy én nem feltétlenül tudok olyat mondani Magyarországon olyan embert, aki talán azért, mert én is ebbe a körbe mozgok, akik hogy az ismert embereknél. De mondjuk Karikó Katalin ide most belépne. Hát az nyilván azt mondom, hogy az, de hogy hát nem lennék zavarba. Nem. Szóval mire? Lionel Messi besétálna az ajtón, akkor valószínűleg összehúgyozva ülném itt magam. Igen, tehát, hogy meg találkoztam Salma Hayekkal egy repülőn, és úgy viselkedtem, mint egy félhülye. Makogtam meg még egy értelmes szót se tudtam normálisan kinyögni. Vagy nem tudom, Gary Neville-lel találkoztam egy Manchester United meccsen, ott ült kettővel felettem, és nem tudom elmondani, hogy a bőrömön mit éreztem. És akkor ilyenkor jut eszembe, hogy van olyan ember a világon, aki ezt érzi, mikor találkozik velem. És akkor ez egy olyan még jobb érzés, tehát még jobban érzem magam. De ilyet nem tudnék mondani nagyon Magyarországon, aki csak azért, mert mindenki elérhető számomra szerintem. És mivel lehet téged zavarba hozni? Most mondtál pár példát találkozásra, de hogy az élet egyéb területén. Tehát mikor láthatták, vagy láthatnánk Majoros Pétert elpirulni? De ugye a fületövéig. Hú! Szerintem azért az én munkámnak megvan az a nagyon előnyös oldala, hogy bizonyos helyzetekből, sőt a legtöbbből a helyzetek 99%-ából ki tudom magam hozni úgy, hogy ne legyen belőle baj. Tehát, hogy az emberek, akik mondjuk nézik, hallgatják, látják a reakciómat, nem feltétlenül veszik észre, hogy én bajba vagyok. Ez egy nagyon... Szerintem ez egy képesség. Tehát, hogy ez nyilván ez... De egyébként biztos van ilyen, csak kevésszer van. Tehát nem tudom. Hát eleve nem kerülök nagyon olyan helyzetbe, tehát mondjuk nem jövök el hozzád, hogyha nem tudom, a belga aktuálpolitikáról kell beszélni. Mondjuk a belga még nem is, de ha mondjuk nem tudom, Marokkó elmúlt 20 év történelmét kéne valahogy, akkor biztos zavarba jönnék, hogy mit, hogy mondok. De azért ott is tudnék szerintem két cikk elolvasása után egy másfél órát beszélni a semmiről, mint hogyha értenék hozzá. Ez egy nagy képesség. De ugye úgy szólt az eredeti kérdés... Politikában jól jönne, csak ahhoz meg nem vagyok elég, én igen, tudod. Miközben téged nagyon érdekel a politika. Érdekel a politika, meg szerintem minden normális gondolkodó embert érdekli a politika, de csak azon a szinten, hogy minden normális gondolkodó embert érdekli a politika. És pont. Ugye úgy hangzott az eredeti kérdés, hogy hajóshoz képest te tudsz keci lenni. Igen. Miben áll a te szemétséged, maradjunk ennél a kifejezésnél? Hogy felfele rúgok. Szerintem én erre gondoltam, és ő is, hogy én nagyon, nagyon tudok azokkal az emberekkel, akik megérdemlik felfelé pozícióba szemét lenni, hogyha a helyzet úgy kívánja. Ezek kollégák, barátok, családtagok? Nem, ez kifejezetten mondjuk melóra értem. Melóra. Tehát kiállsz olyan emberekért, akiknek nincs olyan érdekérvényesítő készségük, vagy abszolút. Képességük? Igen, van egy ilyen nagy szociális rátelepedés a fejemre, mint hogyha ha én lennék a ilyen helyzetekben a megváltó, de én ezt nem tudom elviselni, tehát hogyha mondjuk valakikkel valamilyen úton, módon szemétül bánnak, és akkor... Bajod volt már ebből? Ó, nagyon sok. Hát nagyon sok minden hely rúgta ki is emiatt, persze. Azért nem voltam én mindig ilyen foglalkoztatott, mint az elmúlt 8-10 évben. Mondasz egy olyan példát, olyan esetet, ami még ránk tartozik, amikor hasonló konfliktus szült egy elválást, vagy nem tudom, hogy programigazgatóval rúgtad össze a port, vagy nem tudom kivel, vezetővel. Hát volt egy televíziótól, volt, amikor ezért mentem el, mert nem bírtam elviselni, hogy egy... Volt belőle egy kisebb fajta affér, és akkor onnantól kezdve én neki egy ilyen tiltópályára kerültem, és nem akart velem foglalkozni azért, mert nem úgy álltam egy buliba, vagy nem is tudom, minek nevezzem, volt egy ilyen rendezvény ahhoz, ahogy ő viselkedett, ahogy kellett volna. Nem volt jó fej, én meg vissza, re nem voltam jó fej, úgyhogy... Nem is mérlegelted, hogy ő egy döntnök? Én ezt leszarom. Tehát én nem tudok, tehát szerintem vannak olyan, egy a nagy képűen is vannak, vannak olyan emberek a világ, akik nem érdemlik meg azt, hogy én jó fej legyek velük. Csak a saját magam mentális egészsége miatt talán így mondanám, nem megyek bele ezekbe a dolgokba. Kinek hiányzik ez, hogy ezekkel a hülyékkel pörüljön, tudod? Galambokkal sakkozol, ez régi közmondás. Ledöntik a bábút és rászállnak a táblára. Teljesen felesleges. Válasszunk kérlek egy másik kérdést. Forráspont.
ugyanez lett volna, ezt menjünk, ezt, hogy összerúgod a port a programigazgató. Aha, ja, aha. Meg tudod fogalmazni? Na, ez nem biztos. Lehet, hogy zavarba jövök, nem tudom megfogalmazni. Ha meg tudod fogalmazni, az Curtisre vonatkozik. Aha. Meg tudod-e fogalmazni, gondolkodtam ezen a történeten sokat. Meg tudod-e fogalmazni, hogy neked mi fáj a legjobban ebben a történetben? Azt, hogy elvesztettem egy barátot, és egy nagyon jó barátot vesztettem el. Bocsánat, hogy ezt mondom, de a Curtis anyja mondta azt, hogy egy nagyon szabadszájú, nagyon, nagyon kedves asszony, akit nagyon szeretek, aki azt mondta, amikor összehaverkodtunk, és elkezdtük ezt az egészet, hogy fiam, ti egy faszból csöppentetek ki. És hogy ez pont így volt. És tudod, amikor egy ilyen ember találsz magad mellé, akkor nagyon rosszul esik az, hogyha mondjuk egy harmadik fél, teszem azt mondjuk, ez a csúnya dolog, ez elveszi tőled, és ez nekem nagyon fáj. És legjobban az fáj talán, hogy nem tudtam mit tenni ebbe az ügybe. Egy ideig húztam, halasztottam, és aztán rájöttem. Ott is talán az volt, amit az előbb mondtam, hogy én azt éreztem hosszú-hosszú éveken keresztül, hogy ez a szociális magatartás, hogy majd én segítek, majd én megpróbálom, és akkor én majd segítek. De nem, rájössz. Az is egyébként szerintem korfüggvénye, meg ilyen tapasztalás kérdése, hogy az ember azt tudja mondani, hogy bele se kell menni időnként ilyen dolgokban. Tehát el kell így engedni, hogy ebben nem akarok belefolyni, mert ez nem az én dolgom. Csináld te meg, ahogy akarod, nekem van más dolgom az életben. Persze bármit, nyilván egy ilyen esetben nagyon nehéz. Bármit te más, hogy kezelnél, tennél az események és a következmények tükrébe? Hibáztál-e bármit is szerinted? Hát hibázni nem hibáztam, mindenki azt veti fel nekem, hogy miért mondtam el, tehát hogy miért álltam ki akkor úgy oda, annak meg volt egy oka, az a nap az nem úgy alakult, hogy így mondjam, ahogy szerettük volna, ott elég sok minden történt aznap, azt nem feltétlenül akarom elmondani, hogy mi. Ugye talán hogy elmondtad, hogy egy koncert előtt igen, olyan állapotba került. Igen, és aztán ahogy eljutottunk oda abba a pillanatra, vagy abba a pillanatba, amikor ez megtörtént, és egyszerűen ott az szerintem az a hirtelen, azért hirtelen ember vagyok, tehát ezt nem lehet tőlem elvenni. Tehát ki tudok borulni nagyon gyorsan, hogyha valamit igazságtalannak érzek, vagy megbántva érzem magam. De hogy azért az egy furcsa nap volt, és szerintem az ennek a függvénye volt. De azt se hiszem, hogy az abban én nagyon sokat hibáztam volna. Ott szerintem nagyon sok ember, aki elítélt amiatt, az nem látja át ezt az egész helyzetet, nem tudja, hogy milyen hosszú-hosszú évekig valakiért küzdeni, és ami a legfontosabb, hogy ezt mindig elmondom azóta, hogyha ezt megkérdezik, hogy ezt a sok-sok embert, aki amiatt bánt, és amiatt vamzerozik, meg minden más, pont egy másik műsorban meséltem most ezt el, hogy azért összehoznám úgy az életben egy ilyen szituációval, amikor azon túl, hogy egy barátod, vagy egy családtagod, vagy elvesztesz valakit, akit nem tudsz lehozni egy ilyen dologról, azon felül még ő kockáztatja a meglévő kész egzisztenciádat, amit felépítettél, a zenekarodat, a zenekarnak a egzisztenciáját, a hisztoriát, minden más. Tehát, hogy amikor neked függ tőle az életed, hogy ő mit csinál. Most csak egy hülye példát mondok, szegény császár elődöt nézd meg annak idején, amikor abban a szituációban nem szegény volt, mert abban a szituációban nyilván ő nagyon sokat hibázott, meghalt egy ember. Kihúzták az egész naptárból, sőt nem a naptárból minden fellépést, hanem a nép ellensége lett. El kellett külföldre mennie, hogy új életet kezdje. Most ha történik valami egy ilyen állapotban, Attilának is volt egy ilyen balesete, ugye, amikor kivitt egy oszlopot egy autóval. Én akkor is azt mondtam neki, hogy mondom, Attika, ott van egy ember, akkor a Majka Curtis nevet így áthúzzák a naptárba, tesó, és soha többet nem megyünk fellépni sehova, soha többet nem csinálunk semmit, és ez az én dolgom is, hogy te mondjuk ilyet csinálsz. Ő erre mit mondott? Hát semmit, ő tudja. Az Attika nem hülye. Ő mindent tudott, hogy az én részemről ez a fajta presszió, amit én ráhelyeztem, meg számon kérés, az mind nagyjából igaz volt. Tehát ő ezt mind tudta, mai napig tudja. Egyébként jóba vagyunk, tehát tök jó a viszonyunk. Beszéltek is? Persze, most már nincsen semmi baj köztünk, és én... És hogy alakult ki? Mi volt az első, bocsánat, az első kapcsolatfelvétel? Szerintem a sok közös barátunk van, tudod. Akik mindig, hogyha egymás társaság, vagy nálam, én társaságomban voltak, vagy az övébe, akkor azért mindig próbálták ezt az egész feszültséget is enyhíteni, meg elmondani, hogy figyelj, hát nekem ő is a barátom, nekem ő is, és mindig elfogadtam az összestől. De
hogy valójában... És egyszer csak úgy egy légtérbe találtátok? Nem találtuk egy légtérbe magunkat. Azt hiszem, hogy az volt, hogy rám írt, nem rám írt, nem kitette sztoriba, hogy boldog születésnapot kíván az én születésnapomon, és akkor utána a Hajdú egyik műsorában, vagy a Gesztinél valahol nyilatkozta, hogy én nem kívántam neki. Gesztinél mondta. A Gesztinél. És akkor az volt, hogy hát azt még le voltam tiltva mindenhol. A telefonon, a interneten, az Instagramon, a Facebookon, aminek hol kívánják neki boldog születésnapot. Hát ő úgy tette ki ezt a posztot, hogy valójában én nem láttam, mert elküldték nekem, valaki befényképezte a sztori, beszkrinsatot, és elküldte. És akkor, amikor, és egyszer csak azt vettem észre, amikor néztem valamit az Instagramon, hogy látom az Ati posztját. Mondom, az hogy lehet? És akkor rámentem, és kiadta, tehát levette a tiltást. És akkor írtam neki egy üzenetet, hogy mondom, te fasz, le voltam tiltva. Hát mondom, hogy kívánjak boldog születésnapot, és írtam neki, hogy fejezzük be ezt a marakodást, meg az egymás cívódását, és aztán azóta még az ő fia is Újpestre jár edzeni, meg az enyém is, és például találkozott a múltkor a Marcival, akit ugye nagyon szeret, meg hát Marci ott nőtt fel velünk ezben az egészben, és pont csináltak valami képet, és elküldte nekem az Ati, hogy ott a Marci van, szóval tök jó a kapcsolatunk. És remélem, hogy most ez a jelenlegi helyzet, ami körülveszi őt, hogy foglalkoztatva van, hogy észrevette, hogy annak súlya van, hogyha ő van elől, tehát hogy ott van, hogy neki egy teljes, nem teheti meg, hogy nem megy el. Már hogy nem megy el, ha eddig nem jött el, ott volt a Peti, a majoros, aki meg tudta csinálni. Ha most nem megy el, vagy nem csinál meg valamit, amire ő van felkérve, akkor viszont nincs, aki megcsinálja helyette, és remélem, hogy ezt most már így 34 évesen felfogta, hogy ennek mekkora súlya van. Sőt, tehát azt látom, hogy felszól, én örülök ennek. Lesztek ti még szerinted? Szerelmesek? Egy nagy pár. Ezt nem hiszem. Nem. Szerintem azért sokat koptatott az a fajta múlt, ami emiatt történt, az a fajta rossz szájíz, ami ezt körülveszi. Olyanok már nem leszünk szerintem, mint előtte sajnos. De ettől függetlenül én nem felejtem el azt a 12 évet, amit együtt csináltunk. Hát rock and roll volt. Sok sikert megéltünk. Abban aztán megyünk is rögtön tovább. Adsz-e bármilyen igazat neki most így olvasgatva az ő nyilatkozatait, mintha neki azt hiányzott volna, hogy nem tarthatta magát egyenrangú félnek. Tehát mintha Majka lett volna elől. Nézd, mint Curtis. És azt gondolja, hogy itt 50-50 volt a produkció, ha én jól olvasok a sorok közt. Nem volt 50-50 a produkció, ezt így gondolom. Ettől függetlenül az ő képességeit, meg a színpadon való jelenlétét meg senki nem vonja kétségbe, de azért ezt inkább úgy mondanám, hogy ha mi ketten csinálnánk egy műsort, nyilván én voltam hamarabb. Tehát, hogy a Majka volt előbb a köztudatban, tehát meg én voltam az idősebb, meg én voltam a többet foglalkoztatottabb a tévék miatt, satara, tehát nyilván ez olyan, mintha nem tudom, rádió műsornak is Balázsék a címe, hát azért, mert a Sebestyén van a kirakatban, mindig őról a szó minden, ettől függetlenül ott a Rákóczi, ott a Vadon, tehát mi van ott egy csomó szerkesztő, és azért nem haragszanak, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy Majkáik voltak, vagy a Majka volt, akkor mi össze voltunk nőve, tehát nagyon majdnem biztos, hogy kettőnkre is gondolt, tehát nem bántásképpen, nem negatív kontextusban, hogy nem számít, hogy ott van-e. Volt ez, hogy lemajkázták a produkciót. Ettől függetlenül viszont azt gondolom, ha mi ketten csinálnak egy rádióműsort, akkor nem hiszem, hogy tudnál úgy viselkedni, vagy úgy interjúztatni másokat, vagy interjúztatnánk másokat, hogy én ne szerepeljek azonos szinten veled. Tehát szerintem ez egy egyéniség, vagy egy attitűd kérdés, hogy igen. Tehát, hogy én akkor jelen vagyok ebbe az egészbe. Érted? Tehát, hogy ez egy vehemencia is, meg egy... Tehát engem nem tudnál elnyomni. Én azt gondolom, hogy azt lehet elnyomni, aki hagyja magát, és... Vagy aki nem akar versenyezni. Aki nem akar versenyezni, és kényelmes úgy, ahogy van neki. És egy picit ezt éreztem egyébként az Atin. Hogy neki jó az, jön, megkeresi azt a pénzt, amit megkeres, jó úgy, ahogy van, az jó. És akkor... Na. Meg mondom, tehát azért ott az első 5 évünk volt a szép. Utána azért a maradék... 5 év, vagy 6 év, vagy 7, volt benne egy év kihagyás, vagy másfél, ott azért voltak súlyos veszekedések, amikor azért nekem egyfolytában tört le a szívemből egy darab, és hogy egyre kiebb került az Ati azzal a viselkedése, meg az a tettel, azokkal a tettekkel a háta mögött, amik történtek. De ugyanakkor azt nem tudom elfelejteni, hogy ő ki volt, amikor én megismertem, meg amikor 5 évig jártunk, meg azt a rengeteg hülyeséget. Hát tudod, tehát showbizniszben dolgozni, egy összezárva egy emberrel, egy heti 4-szer, 5-szer, 6-szor egy buszba, egy autóba, hogy ott piázás, a jókedv, a röhögés,
az ország, sőt, Európa, sőt, az egész világ, hát bejártuk Las Vegas statikával, voltunk mindenhol. A világ összes területén, de hát Magyarországot meg végképp, ahol élünk, minden egyes pontján, ahova megyek most fellépni, vagy ahol járok, és pont ő is, ahova megy, minden egyes cucchoz van egy történetünk, ami sírva röhögünk. Ami közös. Igen. Ami ezért mernék én nagy tételbe fogadni, hogy lesztek ti még egy páros, de majd meglátjuk. Az idő majd eldönti. Soha sem mondta, hogy soha. Ez így van. Most szabadon foglak, ha ja. lesz egy közös koncertetek, hogy én mondtam. Válasz kérlek egy másik. Miért szépen. Mered? Honnan fakad, miből fakad, miért engeded meg, vagy engedheted meg magadnak, hogy te ennyire természetes légy a nyilvánosságba kerülésed óta? Nem nagyon emlékszem olyan megnyilatkozásodra, szerepedre, szereplésedre, ahol úgy azt éreztem volna, hogy te nem önmagadat adod. Akár a nyilvánosságban is gondolom. Nagyon sokan gátlásosabbak, szemérmesebbek vagyunk, még hogyha nem is ez jellemző ránk, de mégis valami békjóz a nyilvánosságban. Te olyan sodró vagy, vagy olyan áradó mindig, most már 20 éve. Miért? Mert azt nem lehet számon kérni utólag. Sok mindent el lehet rontani, én is nagyon sok mindenben hibázok, de abban nem fognak soha engem megfogni, hogy nem voltam önazonos. De ezt te kitől láttad, hogy kitől örökölted? Apukád volt ilyen, vagy anyukád? Hát anyám egy nagyon természetes ember volt. Apa is egy nagyon jókedélyű, vicces csávó volt, de anyának volt egy ilyen nyers humora, amit nagyon szerették a közegbe. Tehát az ősz közegébe. Tehát ott az ózdi közegben ez nagyon ment. Anya egy nagyon vicces csávó volt. Csaj. Vagy nagyon csaj. Vicces csaj volt, bocsánat. Igen. És ő volt az, aki így megmondta. Tehát gondolom ő anyám elég keresetlenül. Igen. Te azt elmondod nekem, mert erre nézve nem találtam még utalást, hogy ugye ők elváltak, igen. tudomásom szerint, és te apukáddal maradtál. Nem, a bátyám maradt apukámmal, és anyámmal mentem én. Ami egy hülye döntés volt részükről, de ők nem úgy váltak el, hogy báp, kiabálás, törés, zúzás. Tehát a két testvért elválasztották. Igen, de azért az elválasztás is úgy nézett ki, tudod, hogy azért, ezt pont szintén meséltem valamikor egy műsorban mostanában, hogy azért az Ózd egyik fele, meg a másik fele, az nem olyan volt, mint Békés Csaba, meg Budapest, hogy két havonta, hanem ott egy héten háromszor együtt voltunk ugyanúgy. Most ha belegondolok, hogy háromszor együtt vagyunk ugyanúgy, és mellette még iskolába jártunk, meg egyéb más kötelezettségeink voltak, akkor mi ezt majdnem, hogy észre se vettük. Annyi, hogy nekem lett egy új lakásom, ahol elköltöztem anyáikkal, az ő új férjéhez, és a bátyám pedig ott maradt apával. De hogy ez egyébként anyámnak a lelkületét is mutatja, vagy érzékelteti, hogy ő azért olyan volt egy picit, mint én. Hogy azért szerette az életben azokat a dolgokat megtenni, amit meg akart, de valójában, ha megbántott vele, tehát ő valójában nem akart megbántani soha senkit vele, tehát ő egy érzékeny ember volt, egy nagyon szenzitív ember volt, és például ott szerintem, hogy egy harmadik fél belépett az életünkbe anyám miatt, aki miatt el is váltak, szerintem azért volt neki egy nagyfokú lelkiismeret furdalása a faterra szemben, aki viszont egy ízig-vérig jó ember volt, egy igazi rendes ember volt apám, akire nem tudtál rosszat mondani, aki melózott, zenélt, eltartotta a családját, és hogy tudod, hogy hát de jött egy szerelem, és annak meg nem lehet hazudni. És az anyámban volt egyfajta ilyen, akkor valahogy, és akkor ott maradtam. De anyám ezt a halálos ágyán emlegette. Tehát hogy ő ezt nagyon megbánta. Meg hogy a szegény Tomi. Tomi volt apukád? Tomi volt apukám, na igen. Nem, hogy ott hagyta. Szegény Tomi, a testvér. A tesómat, igen. Neki ez az utolsó pillanatig nagy bánata volt, igen. Hát belegondolsz, hogy ott szétválasztasz valójában két gyereket, ott hagyott szülőként a nagyobbat, az első szülöttet, és akkor én megyek velük, és akkor most ezt próbálod valahogy, hogy vele is találkozz, itt is aludjon, oda is menjen, én még hogyha ez meg is történik, egy héten négyszer, a maradék három napban szarul érzed magad tőle. És a testvéred haragudott ezért valaha rá? Mi ezt nem úgy fogtuk fel szerintem. Mi nem éreztük annyira ennek a válásnak, tehát ennek a változásnak nem volt egy olyan nagy 180 fokos fordulata az életünkben. Tehát mi ugyanúgy, meg ők jóba voltak, tudod, nem az volt, hogy ők nem találkoztak, meg nem beszéltek egymással, meg ordítottak egymásra mindenféle kígyót, békát. Tehát ez nekünk egy ilyen, sokan váltak el akkoriban. Te végigcsináltad anyukád betegségét? Tehát az a fiú voltál, aki
mindennapokban részt veszel, támogatod, segíted, hát átéled ennek a szörnyűségét, vagy azért távolságtartásra segítetted? Nem, őt? Hát azért amikor már nagyon beteg lett, akkor már rég nem laktam Budapesten, vagy rég nem laktam Ózdon, én akkor Budapesten voltam. Tehát azért ebben nem tudtam 100%-ig részt venni. Hát akkor tudtam, amikor hazamentem, vagy ők voltak fent nálam, tehát hogy azért ez, de ő a utolsó fél évben lett igazából olyan állapotban, 7 hónapban, amikor már nem nagyon tudott jönni, menni, mozogni, hanem szegény ágyhoz volt kötve. Úgyhogy kicsit bánom is én azt a részt, hogy sokkal többet lehetett volna vele lenni, de egyébként nincs az a mennyiség, amikor ilyenkor vele vagy, hogy utána ne gondolnád azt, hogy még többet kellett volna. A férje az utolsó pillanatig vele volt. A férje, aki szintén meghalt egyébként már, a második férje, őt én sose fogadtam el apának, sose fogadtam el egy szülőnek, egy nevelőszülőnek, vele nem voltam semmilyen kapcsolatban, nem voltam rosszban se vele, de jóban se. Hát nem az én fia voltam, ő meg nem az én apám volt. Tehát most egy kamasz gyereket oda visznek hozzád, azért az nem feltétlenül más gyerekét nevelni, nem annyira vicces, mint te, ilyesőre. Te erre nézve kísérletet, és te voltál, aki kijelölted a határokat, szerintem, vagy nem passzoltatok? Ő egy építészmérnök csávó volt, aki egyébként egy kicsit ilyen csávó volt, és amúgy is volt. Amúgy se volt egy ilyen nagyon nyitott ember mindenre, meg egy érdekes ember volt, de hogy nem is ez a lényeg, hanem hogy én sose fogadtam el őt igazi szülőmnek, és sose gondoltam volna egyébként, hogy anyával így fog bánni az élete végéig. Tehát, hogy ő aztán tényleg... Hogy ilyen szép. Igen, hogy reggeltől estig ott, és hogy mindenbe segít. Igen, fura volt. Én nekem is. De a végére kiderült, hogy rendes ember. Látod, mi kell ahhoz, hogy az ember egy egész más fénytörésbe tudja látni a másikat. Abszolút. Amiről nem is feltételezte korábban. Igen. Te gondolsz arra néha, hogy, és ezt írod a könyvedben, hogy azért sok olyan gyerekkori barátod volt, akikkel együtt bandáztatok, és az ő sorsuk azért nagyon szomorúan alakult. Abszolút. Pont most beszélgettem 3 barátom a telefonon egyszerre, egy ilyen messenger hívás a gyerekkorival, és ott azért a lelkemet megtiporta ez. Börtönbe ültek? Nem, ő beteg volt az egyik most, és azért hívtam fel őket, kórházba került, és így beszélgettem vele, külföldön dolgozott, és gyerekkori egyik legjobb cimborám, és ő elmondta, hogy mi történt, meg hogy éli most az életét, meg hogy... És ugyan olyan lélekromboló volt. Nagyon. Ja, vettem neki egy telefon, nem volt telefonja, képzeld el, most hazajött Angliából, nem volt telefonja, se nem is értettem, az anyja telefonjáról hívott egyszer. És mondtam, nincs telefonod? Hát nincs, mert most de már itton dolgozott egy 1,5 hónapja, vagy 2. És aztán mondom, miért nem veszel magadnak? Hát nem, és nem hallottam, hogy nincs pénze arra, hogy telefon. És akkor van egy is ózdi is telefonos ismerősöm, leszóltam neki, hogy menjél be holnap hozzá, ad neked egy telefont kártyával, mondom, hogy 10 000 forint havonta egy korlátlan beszélgetéses csomag. Tehát, hogyha dolgozol, akkor ennyi csak ki tudsz termelni, hogy ne anyád telefonját. Bár lehet, hogy csinálja jól, legalább nem idegeskedik ezzel a telefonnal. Te szeret segíteni egykori barátaidon, nagyon, és a környezetben. Segíteni szeretek, ez egy jó tulajdonságom, hogy szeretek segíteni, de ebben van egyfajta önzőség is, mert valahogy azt gondolom, hogy egyszer majd, hogyha nekem is szükségem van rá, akkor ezek az emberek szerintem majd így elvárható lesz, hogy ők is segítenek. Meg egyszer, hogyha bekopogok ott fent valahol majd, és azt mondom, hogy eljöttem, akkor majd előveszik a listát, és azt mondják, hogy figyelj, nem rossz faszi volt, ezt engedjük ide be. Érted? És ne a fazékba főjek még egy 1000 évig. Te számolsz azzal, hogy egyszer te mi bajba kerülhetsz? Nem tudni, hogy mit hoz az élet, szerintem. Sose lehet tudni, hogy mit hoz az élet. De lehetsz te még szegény? Persze, szerintem az láttam már nagyon sok milliárdos ismerősömet, aki simára vágta magát. De te például, nem a zsebedbe akarok kotorászni, de nem vagy annyira szerintem, igen, annyira előrelátó fiú, hogy azért kellő biztonságban helyeztél el olyan összegeket, hogy olyan nagyon nagy bajod ne legyen. Befektettél, vannak üzleteid. Érted, de ez az élettől is függ, vagy a szituációtól. Hát most van egy háború a szomszédunkban, tehát hogy ez azért mire megyek az ingatlanjaimmal itt Budapesten, hogyha itt elkezdenek lőni, meg bombázni, az hogy viszem magammal. Persze nyilván fektettem olyan dologba is, amit lehet vinni magaddal, meg amit... Én egy kicsit ilyen borúsan látom ezt egyébként néha. Már-már úgy érzem, hogy ilyen túlborúsan is látom ezt a dolgot. Tehát például én vettem kis aranyakat,
nyakláncot, karláncot, gyűrűt, mindenféle dolgot, csak azért, hogyha egyszer mondjuk el kell menni valahova, és mondjuk valaki azt mondja, hogy hát ott a híd túloldalára kéne menni, de oda nem engednek át, akkor ott tudsz menni egy karlánccal valaki azt, hogy figyelj, mi vagyunk itt négyen. De ez komolyan ilyen szenárióra való tekintettel... Abszolút, nekem ez, én azt gondolom, hogy az életben fel kell készülni minden egyes esetőségre, órákat, tehát én például órába fektettem sok pénzt, amiket beteszek egy kis zsákba és viszem. Hát most mit kezdjek azokkal a lakásokkal, amik itt vannak Pesten? Például, az hova viszem el magammal? Vissza még egy mondat erejéig oda, hogy azért te segítesz. Rajtad ki segített, amit úgy te nagyon számon tartasz? Hajós Andris, amit mondtam. Igen. Tehát ha ők nincsenek, akkor te már nem lennél itt. Mert múltkor olvastam egy Facebook posztot, hogy egy fiatal vagy kezdő zenekar balesetet szenvedett, hogy feltörték az autóját, és te azonnal felajánlottad egy fellépéseteknek a költségét, zenekari cuccokra megsegíteni őket, és az jutott akkor eszembe, ez nekem nagyon imponál, hogy az ember, amikor beérkezik, akkor segítsen a fiatalokon. Rajtad ki segített? Annak idején? Igen, akár. Senki. Az internet. Senki? Tehát a nagyok közül, a már beérkezettek közül? Senki. Hát ha most a dópmenes időszakot nem veszük annak, azért nyilván a dópmen volt az, aki a való világban, de hát ő az üzleti lehetőséget látta bennem, az inkább nem segítség volt, az inkább neki volt egy kasza. Nem volt abban semmilyen emberi rokonszem, hogy azt mondta, hogy itt van egy kisgyerek, hogy segítsek rajta? Nem hiszem. Szerintem ő ott meglátta bennem a lehetőséget, és aztán egy év múlva addig szépen keresett, és aztán utána meg elváltunk. Te tulajdonképpen elsősorban magadnak köszönheted azt, hogy ott tartasz? Én az internetnek köszönhetem azt, hogy a világ így megváltozott, hogy nincs szükség olyan emberekre, akik segítenek, vagy elnyomnak bizonyos helyzetekbe, Erdős Péterek. Uh-huh. Aki ugye a lemezgyárnak volt egy nagy hatalmú ember, a könnyű zenének az előző rendszerben, mármint hogy 89-90-ig. Szóval én az internetnek nagyon sok mindent köszönhetek. Az internet az egy sok szempontból csodálatos dolog, és sok szempontból borzalmas dolog is. Rossz példát állít, ugyanakkor az én esetemben például ebben az esetben nagyon sokat segített abban, hogy függetlenné tudjak válni, teljes autonómiám legyen az ilyen szervezetektől, mint a rádió, vagy akár a tévé is. De hogyha ennyire nem segítettek rajtad, mégis miből fakad, hogy te viszont ennyire a hón alá nyúl sokaknak? Ja, de ez karakter. Karakter? Persze. Tehát én azt gondolom, hogy én világétem ilyen, anyám is ilyen volt. Anyám az a legkeményebb volt, tehát hogy volt olyan, emlékszem, hogy hazaküldtem neki valami 100 000 forintot hétfő este 9-kor, akkor ért oda, mert ugye akkor mi nem utalgattunk meg minden ezelőtt, mint tudom, 15-20 évvel, vagy 15 évvel, hazaküldtem neki 100 000 forintot valamire, hogy azt tegye el, hétfő este 9 az Ózdon, tudod, mit jelent? Nulla nyitvatartás bárhol, kocsma van nyitva, vagy az se, érted? Benzinkúton el tudod belőle költeni 60-at mondjuk, érted? De mire? Anyám mindenre, tehát én nagyon szerettem ezt benne, ezzel nem volt semmi baj, csak bement, akkor volt pénz, vette ezt, vette azt, sok jatt, sok izét, tehát hogy anyám ilyen típusú ember volt, és anyám is nagyon-nagyon sokat segített mindenkin, és nem tudom, szerintem ez karakter, tehát ez embertípus, van ilyen, aki segít, szeret segíteni, jól érzés neki az, hogy segít. Te kölcsön is könnyen adsz? Egy bizonyos körön belül? Sajnos igen, abból már sokszor megégettem magam. Tehát sok nem jött vissza. Mm. Sőt, az nálad szakító próba? Sajnos nem. Tehát hogy olyankor meg elfogadó és megértő tudok lenni egy csomó esetben. Igen, de persze egy ideig van olyan barátom, akivel egy ideig húztam, halasztottam ezt, és azt mondom, na jó, azért hülye nem vagyok. Tudsz is mondani... Paprika Jancsi vagyok ebből a szempontból, nagyon könnyen meg lehet itt vezetni. Én a rafinált... Pedig ezt akarom mondani, hogy te egy olyan rafinált, dörzsölt fickónak tűnsz, és ilyenkor mégis ellágyulsz. Fiam, amikor volt a bírósági tárgyalásunk, ugye a Kótai Misi, én meg egy másik srác voltunk a vádlottak, Kótai Misi belevitt engem egy üzletbe, annak idején az összes pénzemet belefektettem, és aztán ők pár évek óta működtették 5 éve ezt az egész dolgot, és aztán, amikor én belefektetem a pénzem, 3 hónapra rá teljesen bedőlt ez a vállalkozás, és a csávó elment az összes pénzünkkel, és akkor én ezt vissza akartam kérni a csávótól, felhívtam telefonon, meg el is mentem hozzá szépen, tehát még akár nem is csúnyán, de volt egy olyan megjegyzésem, hogy ha nem adod vissza a pénzem, akkor megölellek, és ez direkt a rendőrség aztán nyomozati szakaszban úgy döntött, hogy ez egy ilyen fenyegetésnek minősül, és aztán bírósági szakaszba jutott az ügy, és én több másfél-két évig jártam tárgyalásra.
tárgyalásra a Kútai Misékkel, és aztán bejött ez a csávó az ajtón, az első tárgyalásra, aki előtte egy 3000 eurós Richmond bundába jött Ferrarival, amikor elvitte a pénzem, és bejött később rá évek múlva ez a csávó az ajtón, mint egy ilyen a visről rendett Jézus, tehát egy ilyen földigérő szakállal, nagyon rossz ruhába, hajléktalan feelinggel, és aztán leült, és akkor a bírón, amikor engem kérdezett, hogy akkor szeretnék-e mondani, akkor felálltam, és azt mondom, hogy bírón, minden, kaptam is érte egy 100.000 forintos büntetést, hogy komolytalan vagyok, és azt mondom, hogy minden büntetés megérdemlek, hogy én a rafinált ózdi csávó, aki minden hájjal megkent embereke volt egész életében körülve, ennek a csávónak, aki most itt ül, és így kinéz, odaadtam az összes pénzem. Érted? És aztán persze nyilván felmentettek már az ügyész kérte, hogy mentsenek fel, mert eleve a nyomozás alatt kiderült, hogy ez borzalmas rossz ügy volt, meg hogy semmi közöm nem volt ahhoz, hogy én zsarolás, meg önbíráskodás, de hogy a lényeg az, hogy igen, tehát én sokáig húzom ebből a szempontból, meg sokáig lehet velem a hülyét járatni, de azért... De milyen gomb nyomódik meg ebben a dörzsölt, rafinált ózdi fickóba, hogy mégis tud balfáccán lenni bizonyos helyzetben? Hát egy empatikus csávó vagyok. Tehát ha idejössz és könnyen párás szemmel azt mondod, hogy ez meg ez van, akkor nehezen tudok arra nemet mondani. Nem, hogy aztán nézik ezt az interjút, és sokan megkeressük. Igen, sajnos igen. Igen, igen, sajnos arra nehezen tudok mit mondani. Válasszunk kérlek egy másik kifejezést. Leültetem őket. Ha leülteszem őket, az arra vonatkozik, hogy arra gondoltam, hogy nyilván pár év, vagy inkább pár évtized múlva neked lesznek unokáid. Uh-huh. És arra azért kíváncsi lennék, hogy amikor Peti bácsi úgy be akarja majd az unokáknak mutatni, hogy ki is volt ő valójában, és ki is ő valójában, mit mutatna meg az unokáknak? És akkor csak nyalta, hol járt unok, baba? Volt a lábanyag a medvére. Nem, hogy ez egy nagyon jó kérdés. Az a baj szerintem, hogy azok az unokák, akik érdekelni fogja ők, szerintem eleve a Marcinak is, meg az Olivernek is, a két fiamnak is, én mindig apa vagyok, tehát attól függetlenül, hogy a tévében szereplek, ők már beszülettek bele. Tehát, hogy ők nekik ez tök természetes, hogy nekik a apukájuk, meg az anyukájuk is akár a televízióba szerepel, meg hogy ők is időnként benne vannak. Tehát ez az ő életük része. Viszont az unok, szerintem az unokáknak is ez lesz. De valószínű... mire lesz te büszke, amit úgy elsőre kitűzöl a gyerekek elé, hogy... Gyerekek, azért a nagypapa ezt úgy megmutatná nektek, mert ezt azért odarakta. Hát én nagyon törekszem arra, hogy tisztességesen neveljem fel őket. Tehát, hogyha például mind a kettőjüknek lesz egy... mind a kettő boldog lesz, inkább így mondom. Tehát, hogy szeretni fogják azt, ami... Tehát nem visszaélnek azzal, hogy jó életük van, és a felnőtt korban ezt a sok impulzust, amit... kapnak azáltal, hogy többet megengedhetünk magunknak az életben. Ezt kamatoztatják majd jó irányba, és nem egy ilyen elkényeztetett hülye gyerekek lesznek, hanem boldogan fognak ezzel kufárkodni, akkor én arra nagyon-nagyon-nagyon büszke leszek. De ezt tudod, ez mindig egy nagyon nehéz ügy. Ha mindegy, szóval azért arra nagyon büszke vagyok, hogy két tisztelettudó és nagyon rendes gyerekem van, akik tudnak viselkedni, és hogy időnként engem is meglepnek azzal, hogy még ilyen kamaszkorban is, társaságban is olyanok, akikre büszke tudok lenni. Persze néha nem, olyankor előjön a... Jön a nézés. De produktum dolgába, tehát mondjuk virtuálisan, tehát ha mondjuk ezt úgy praktikusan értendő, mit mutatnál meg a számítógép előtt? A belehalokat, egy való világműsort, egy televízió műsort. Figyelj, ez egy nagyon, nagyon fura dolog, mert egyébként mind a mellett, hogy én a mai napig időnként megnézem a klipjeimet, mert annyira szeretem némelyiket, és időnként felidézem, mert rengeteg emlék kötődik hozzá, meg ugye nekem van egy csomó háttérinformációm azzal, amikor ahogy készült, meg ahogy a dal készült, meg az egész dolog. Én azt szeretem nagyon látni. Mind a mellett, hogy rettentő büszke vagyok arra, amiket mi elértünk zenekari szinten, én ezt nem misztifikálom túl, ezt a dolgot. Tehát nekem ez nem más meló, mint a tied, vagy a hangmérnöké. Csak nekem ez a dolgom, neki meg az. Én ezt nem tudnám példaként úgy említeni a gyereknek, hogy nézd meg apád, megtöltötte a Puskás Arénát. Nézd meg apád, ott volt a izébe, ha háromszor a parkot egy nap egymás után. Majd én ezt nem, nekem ez a melóm. Jó megy a melóm. Nem tartom most azért olyan extra nagy dolognak. A televízió. Úgyhogy tudom, hogy az.
Szerintem az, abszolút. Az, de én nem tartom annak, tehát nem tartom kirívónak az én életembe. A televíziózás sokkal nagyobb teljesítménynek tartod? Dehogy. Az hát még kevésbé? Mégképp nem. Tényleg? Hát azért fizetnek, amiért régen beírás kaptam. Tehát, hogy ez mindig így kezelem. Oda megyek, és az vagyok, aki ezt te is mondtad az előbb, nekem ez nem nagy teljesítmény, oda menni, és azt lenni, aki vagyok. Te nem is tudsz mondani olyat a molykaság elmúlt 21 évéből, amire úgy azt mondod, a gyerekek azért azt csinálják utánam, mert az viszont egy nagyon komoly produktum. Produktumot, kézzelfogható fizikai produktumot nem. Azt igen, hogy az vagyok, aki vagyok. Arra nagyon büszke vagyok, hogy az elmúlt 21 évben az voltam, aki vagyok. Amit az elején is beszéltünk. Arra büszke vagyok, hogy én nem kerestem más emberek társaságát az előrejutásom érdekében, vagy esetleg olyanokat, akiket nem szeretek. Meg elmentem vacsorázgatni olyan emberekkel, akikkel kellett. Ez, és nem mentem, mert... Voltak hívások, csak te nemet mondtál. Volt olyan is, hogy nyilván nem mondtam nemet, elmentem valakivel, de az nem... Tehát én nem tudtam ott olyan nyájas és kedveskedő lenni, csak azért, hogy nekem jobb legyen. Tehát én erre nem érek rá. Viszont ha már azt említett, hogy olyan nagyon a televíziózástól se vagy így hasraesre, és a zenei pályafutásodról sem, arra gondoltam, hogy megkérlek rá, hogy mondjál kérlek 3-3 szaktársadat zene és televíziózás tekintetében, akinek egy-egy képességét te például irigyled, és benned tuti, hogy nincs meg. Hajós András. Mondasz is hozzá egy ellenvonást? Abszolút. A csávó olyan természetességgel, magabiztossággal tud beszélni hosszú órákon keresztül egy olyan dologról, ami nem is érdekli, ami egyszerűen elképesztő, és egy olyan talentum, egy olyan koponya, akinek és egy olyan humora van, hogy a társaságában például minden eltöltött perc egy óriási élmény. Mellette például tudsz nem falkavezér is lenni. Ja, persze. De ott a kettőnk barátság meg nem is kérdés, hogy van-e ilyen, mert nincs. Uh-huh. Mert pont ugyanúgy egyébként, mint én. Uh-huh. Tehát valójában. Pályatársam, akinek a... Most a televíziózásról beszélünk. Most a televíziózásról beszéltünk. Akkor még a televíziózásból kéne, hogy mondjak. Kettőt mondjuk, kérlek. Igen. Ördög Nóri. Ő mit tud, amit te nem? Egy munkakutya. A Nóri, a legcsúnyább szóval élve. Egy olyan csaj, aki képes végigmelózni egy hetet úgy, hogy 3 órát alszik. Te erre képtelen vagy? Képtelen. És de mi hiányzik Nóri, belőled, ami benne megvan ilyen szempontból? Tehát... Nem tudom, szerintem lehet ez egy típus. Uh-huh. Nézd meg, kimegy forgatni egy Ázsia Expresset, dolgoznak napi 17 óra hosszát, és mellette még csinál egy ilyen nánási vlog sorozatot, amit szintén meg, és közben megvág. Nem érted? Tehát ő vágja meg közben. Meg, tehát figyelj, olyan munka bírása van annak a csajnak, hogy egyszerűen azt én nem is tudom, hogy honnan jön neki. És mellette olyan kedves, és olyan aranyos, hogy az hogy nehéz rajta egyáltalán fogás. Nem is lehet rá haragudni soha. Nagyon szeretem. Egy nagyon, nagyon rendes csaj. És Tilla Attilát mondanám, aki viszont akinek a rugalmassága, meg az empátiája, az azt gondolnám, hogy az enyém magas, de aztán mindig találkozok vele, és rájövök, hogy a kölyök kutya. Érted? Nem tudsz, ha megvernéd is, utána ott lenne veled, és segítene, és mindenbe, és jókedvű, és szeret, és nagyon vicces, és hát ő meg egy egész más, tehát, hogy ő vele meg aztán végképp olyan barátságot ápolok, ami tényleg nagyon szeretjük egymást. És sokáig úgy volt a telefonon, lehet, hogy ja, még most is úgy van a telefonon, mondjuk én megértem Attila, így, amikor hív, ez van kiírva. Tehát, hogy ő az utolsó, utáni pillanatban is megérti a másik embernek a szemszögét, a szempontját. És szerintem ez egy olyan tulajdonság, ami nagyon szükséges a boldog élethez. Zenészek közül is mondasz 3-at, vagy mondjuk előadók közt? Abszolút. Zenészek közül is. Hát például nagyon irigylem az összes olyan zenészt, akinek nagyon jó hangja van.
De neked nincs. Ne, hát ne viccelj. Hát figyelj, én mindig azt mondom, nekem olyan hangom lenne, mint a Király Viktornak, hát akkor lehet, hogy úgy jöttem volna most ide be, már tudod, hogy szórni kellett volna a rózsákat itt, hogy akkor már tényleg, ha már az is megvan, akkor már annyira menő vagyok, akkor már lehet, hogy egy kicsit elszállék. De nem, hogy nekem mindig extrán kell teljesítenem pontosan emiatt. Tehát én showman vagyok, ez más, egy előadó. Például a nagyon-nagyon jó hangú zenészeket, azokat nagyon szeretem, a kreatív zenészeket nagyon szeretem. Például itt az Azaria jelenség most. Hát ma kezdődött az értékesítés a Puskás Arénába, és 35 ezer jegyet eladott a csávó egy nap alatt. Hát ez miha nem tiszteletre méltó dolog. Hát egy fiatal, 21 éves gyerek. De azt gondolom, hogy ezek azért tiszteletre méltó dolgok. Még hogyha minden zenész hazudik, hogyha belül nem érzi azt, hogy akkor anyját, eladott 35 ezer jegyet? Ezt hogy csinálja, hogy ez tud egy ilyen mellkasszorító lenni, hogy ő a leges legjobb, tehát ilyenkor nem irigykedni kell, hanem azt kell nézni, de mit csinál a csávó, hogy ez így van. És mondasz egy harmadikat? Mondok egy harmadikat, hogy hát például azért egy ilyen LGT pici bácsi, azért nem könnyű dolog, hogy ekkora király legyél hosszú-hosszú éveken keresztül, évtizedeken keresztül. Most voltam a Presser koncerten egészen elképesztő. Igen. Egyet, ámulatba ejtő, amit ez az ember művel, meg Palusi Mariannal az élen, akik még ott voltak a színpadon, az világszínvonalon. És valójában a pici bácsi nem egy izgalmas karakter. Tehát így még keményebb. Tehát nem jön, megy, ordít, kiabál, ugrál meg. A csávó feljön, és amiről beszéltünk, hogy van egy olyan kisugárzás, van egy olyan jelenlét, hogy leül a zongorához, és akkor elmond. És ráadásul, amit elmond is úgy mondja el, hogy egy picit még abban is így azt gondolt, hogy lehet, hogy el fog aludni, és egyszer nem, hogy te nem aludnál el, hanem hogy jó, hát hogy fantasztikus. Szóval ez egy... Téged azt foglalkoztat, hogy 30 év múlva te hol leszel? Ugye mondod néha, hogy majd te hátralépsz, amit én tamáskodva fogadok, hogy majd... Nem, ne fogad tamáskodva. Szerintem én azért tudom, hogy mikor leszek önmagam paródiája. Ezt észreveszi az ember? Hát nem, de azon vagyok ezzel az őszintességgel, hogy azok az emberek, akik magam mellé építek az évtizedek alatt, azok azt mondják, hogy Peti, most már ez így nem kéne. És ezt én már mi nem veszük észre. Te se fogod, meg én se fogom észrevenni, mert ahogy öregszünk, te mennyi vagy egyébként? 38. Nem sok választ te ettől, hogy azért átlépsz egy bizonyos kort, és nem fogod tudni, hogy mi kell a fiataloknak, és akkor nem baj, van egy friss ember, aki azért figyelmeztet arra, hogy ez már nem úgy van. Abszolút. Meg a saját automatizmusainkat kezdjük el újra és újra termelni, mert abba hiszünk. Igen. Azt gondoljuk, hogy az kell, még pedig az már egy ilyen dolog, abszolút. Egyet mondj meg még, kérlek, igen? Olyan nagyon teljesnek tűnik az életed. Igen. Mi kell még? Hát vannak tervek nekem az életemben, hogy mit szeretnék még csinálni, de szerintem én csak így boldog akarok maradni így az életem végéig. Én nem akarok sokkal több mindent az élettől. Gyerekek legyenek egész, mindenki legyen, akit én szeretek, amikor imádkozok is a Jóistenhez, mindig azt mondom, hogy azokat az embereket, akiket szeretek, azokat tartsd meg egészségben, boldogságban, békességben. Ez a ennél többet mit kívánsz? Hát akkor hallgattassék meg ez az ima, kívánom. Ámen. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy eljöttem.